vádemelés, akár egy hónapon belül ítélet született annak a 41 éves férfinak az ügyében, aki kereszteket rongált meg Mária Púcson. Új bölcsöde Szamosszegen, 36 férőhelyre várják a kisgyerekeket, a beruházás értéke meghaladta a 500 000 forintot. Élménynap a Nyíregyházi Egyetemen felvételiről, képzésekről tartottak interaktív tájékoztatókat a felsőoktatási intézményben. Három csoportszobás, 36 férőhelyes bölcsődét adtak át Szamosszegen. A Kölcsei Televízió híradóját látják. Köszöntöm Önöket! A nevelési intézményben a települési gyerekek 55%-ának lesz biztosított a férőhely 9 nevelő segítségével. A beruházás közel 525 millió forintba került, az alkalmazott környezetkímélő és energiatakarékos megoldások pedig nagyban csökkentik a fenntartási költségeket. Tovább fejlődik a térség szociális hálója, ezúttal Szamosszegen adtak át új bölcsődét. Ezáltal a 0-3 éves gyermekek is ellátást, felügyeletet, fejlesztést kaphatnak, míg az édesanyák visszatérhetnek munkahelyükre. Korábban csak a városokban volt bölcsőde, az ott élők privilégiuma volt ez az ellátási lehetőség. Ez azonban mára megváltozott, erről beszélt Vitályos Eszter, parlamenti államtitkár. 2010-ben 32 ezer volt Magyarországon a bölcsődei férőhelyek száma, most 2024. januárjában 64 ezerre, tehát pontosan a duplájára nőtt, és ezt a munkát nem fejezzük be. Az a célunk, hogy most az elkövetkezendő időszakban és még néhány éven belül több ezer új bölcsődei férőhely megépülhessen, és nem csak itt Szabolcs-Szatmár-Beregvár megyében, hanem országosan minden egyes régióban. Nincs már Magyarországon olyan járás, ahol ne lenne legalább egy bölcsöde. És hogy Szabolcs-Szatmár-Beregvár megyei adatokat is hadd mondjak önöknek, 2010-ben 1139 bölcsödei férőhely volt, ez most már több mint 3600-ra nőtt az elmúlt 13 év alatt. 2010-ben vármegyei szinten 20 település rendelkezett bölcsödével, ma már 88 helységben van. Jelentősen nőtt az intézmények száma a Vásáros-Naményi központú térségben is. Ebben a választókerületben ezeknek a programoknak köszönhetően közel 10 bölcsőde épül, aminek egyik része állami fenntartás, tehát önkormányzati fenntartásban, a másik része pedig egyházi fenntartásban fog működni. Tehát cél az, hogy a hölgyek, ha akarnak, vissza tudjanak menni dolgozni, és közben a gyerekeket minőségi nevelők, oktatók oktassák. Hiszen egy új bölcsőde nem csak a gyerekeknek jelent biztos elhelyezést és nevelést, de 9 új munkahelyet is teremt. A nevelők három csoportban 36 gyermek intézményes ellátásáról gondoskodnak majd. A bölcsőde alapkövét 2021. október végén tették le, ami egy fontos mérföldkő volt a település életében. A rendszerváltás követő években a mai napig új épület a településen csak 3 készült. A helyi termelői piac, egy savanyítóüzem és a mostani bölcsőde. A helyi termelőpiac átadásán is államtitkár asszony volt a vendégünk. Ez a községi, kisközségi piac a környék legjobban működő piaca. Mindig szoktam mondani, a szomszédos települések ki van írva, hogy nagyközségi kispiac, amilyen fordítva van, kisközségi nagypiac. Na, ott egy ember szédeleg, egy árus, akit lehet, hogy fizetnek és hogy kirakja a portékát, itt tülekednek az árusok. Nagyváros, hol a zsúgt is járda. Ott szeretnék járni, én is iskolába. Jelenleg 60 olyan korú gyermek van a településen, akiket már el lehet helyezni a bölcsődében. A beruházással 55%-uknak lesz elérhető férőhely. A Nyírbátori járási ügyészség a napokban emelt vádat egy büntetlen előéletű, 41 éves férfivel szemben 3 rendbeli vallási tisztelet tárgyának megrongálásával elkövetett rongálás büntette miatt. A férfinak 2022-ben megromlott az anyagi helyzete és szerelmi csalódás is érte, ezért dühét a Mária Púcs környéki útmenti feszületeken vezette le. Az eljárás a Nyírbátori járásbíróságon folytatódik, ahol egy hónapon belül ítélet születhet.
Először 2022. október elején kereste fel ezt az úgynevezett úti ikont, benzinnel lelocsolta az építményt, amitől meggyulladt maga az ikon is, illetve bekormozódott az építmény. Ezt követően decemberben, majd karácsonykor is visszament a helyszínre, illetve a Máriapocs környékén további útmenti feszületeket keresett fel, azokat is szintén lelocsolta benzinnel, felgyújtotta, az egyik feszületet ráadásul próbált egy bottal szétverni. Ünnepnapokhoz igazította az elkövetést a vádlott, ugyanis Szent Miklós napján, karácsonykor, illetve nagy szombat erre virradóan követte el a bűncselekményeket. Ekkor, 2023. április 8-án a rendőrök már figyelőszolgálatot szerveztek, lényegében várták azt, hogy felbukkan a férfi, így is történt, akkor is gépkocsival járta végig a helyszíneket, és folytatta a korábban megkezdett rongálást. Az egyes sértetteknek, akik egyébként magánszemélyek, mert ők állítatták, rendszerint családok állítatják, illetve gondozzák ezeket az emlékhelyeket, több százezer forint kárt okozott. Az ikont például ki is kell cserélni, mert annyira felhújagosodott, hogy azt már nem lehet helyreállítani. Három rendbeli rongálást követett el, az ügyészség azt indítványozta a vádiratban, hogy felfüggesztett börtönbüntetésre ítélje az egyébként büntetlen előletű férfit a bíróság, és azt is, hogy tiltsa el a közúti járművezetéstől meghatározott időre, ugyanis a törvény szerint, aki a bűncselekmény elkövetéséhez gépkocsit használ, azt el kell tiltani annak vezetésétől. Fontos határidő közeleg, február 15-e éjfélig adhatják le jelentkezéseiket a közoktatási képzésekre a tovább tanulni vágyók. A Nyíregyházi Egyetem intézetei interaktív tájékoztatókon mutatkoztak be. Az élménynapra több száz érdeklődő érkezett. Köszöntök mindenkit itt a Nyíregyházi Egyetemen, és nem csak a saját nevemben természetesen. Teltház a Nyíregyházi Egyetem egyik előadójában. Közel 200 diák érkezett az intézmény felvételi élménynapjára. A rendezvényre a továbbtanulás, pályaválasztás iránt érdeklődőket várták. Az eseményen a kampusz választható képzéseiről, e-felvételiről, jelentkezési feltételekről is tájékoztatták a hallgatóságot. Tavaly jelentős változások történtek a felvételi rendszerében, idén pedig a többletpontokhoz jutás terén kaptak nagyobb hatáskört az egyetemek. Nagyon sokféle lehetőséget biztosítunk erre, akár az emelt szintű érettségivel, akár meglévő nyelvvizsgával, akár egyéb végzettségekkel, vagy csak bizonyos szintű nyelvvizsgákkal is tudunk többletpontokat adni, de ami talán a legnagyobb érdeklődésre tart számot az az, amit mi úgy neveztünk el, hogy felkészítő kurzus az egyetemi tanulmányokra. Ez egy 10 alkalommal szervezett kurzus, ezen kell a érdeklődőknek részt venni legalább 5 alkalommal, és ha ezt megteszik és előtte regisztrálnak nálunk, akkor ezt a 100 pontot jóvá tudjuk számukra írni. Tutori, mentori, támogató, kutatást elősegítő környezet vár benneteket, amely nagyon kevés vidéki egyetemen van. A kampuszon több mint 2 éve mentálhigiénés és esélyegyenlőségi központ is működik. Itt sokféle szolgáltatással segítik a hallgatókat. A Nyíregyházi Egyetem egyik hívós szava az, hogy gondoskodó és esélyteremtő egyetem vagyunk. Biztonságot igyekszünk a mai világban adni a fiataloknak. Az általam vezetett mentálhigiénés és esélyegyenlőségi központ egyéni konzultációkkal, tanulási tanácsadással, tréningekkel, mentálhigiénés konzultációkkal segíti a fiatalok egyrészt beilleszkedését, másrészt azért, hogy jól érezzék magukat az egyetemen. Ez egy well-being stratégia, vagyis jóléti stratégia. Segítünk abban, hogy ösztöndíjakhoz hozzájussanak, ezeket fel is kutatjuk, illetve segítünk abban, hogy benne is maradjanak a felsőoktatás rendszerében nehézségek esetén. A kollégáim magas szintű programozási nyelvet tanítanak, és hát ezzel képviselik magát az intézményt, országos szinten és világszinten is, akár publikációban. A képzésekről az egyetem intézetei interaktív tájékoztatókat is szerveztek. A LEGO stúdióban többek között VR szemüveget, LEGO robotokat is kipróbálhattak a leendő egyetemisták. A kampuszon jelenleg 4000 hallgató tanul, 25 alapképzési, 7 felsőoktatási szakképzési szakon, közismereti tanári szakokon és duális rendszerben is zajlanak képzések. Ezeken kívül számos diplomára épülő szakot is kínál az egyetem. A szeptemberben induló felsőoktatási képzésekre legkésőbb február 15-e éjfélig adhatják le jelentkezéseiket e-felvételén keresztül a továbbtanulni vágyók.
Nincs megállás a drágulásban, péntektől újra többet kell fizetni az üzemanyagokért a hazai töltőállomásokon. A benzin és a gázolaj nagykereskedelmi ára is emelkedik. A benziné 6, míg a gázolaj beszerzési ára bruttó 8 forinttal lesz magasabb literenként, írja a holtankoljak.hu. Előbb itt így éjféltől 603 forintos literenkénti átlagáron, utóbbit pedig 640 forintért kínálják a kutak. A portál egy részletesebb árváltozás előrejelzésben azt írta, a vöröstengeri összetűzések miatt a héten jelentősen megugranak az olajárak. Így szinte biztosan folytatódik a drágulás jövő héten is. Szokol rádió, rózsás kötött pulóver, rakétaporszívó, csak néhány olyan relikvia, amely ma már az 1990-es évek hétköznapjait jelképezik, de hamarosan kiállítási tárgyakká válhatnak. Az ukrán-magyar országhatár megnyitását követő időket idézi meg a Sóstúi Múzeumfalu legújabb időszaki kiállítása, amelyet áprilistól tekinthetnek meg az érdeklődők. Kész Réka, a kiállítás megálmodója abban bízik, hogy február 15-ig sikerül megtölteni a kiállító teret a civil lakosság által felajánlott régi használati tárgyakkal. Ezek a tárgyak még nem kerültek megtisztításra, de már előkészítettük ahhoz, hogy a kiállításba is bekerüljenek, és ugye majd közé tesszük országvilág előtt. Kész Réka, a Sóstúi Múzeumfalu munkatársa meséli kameránknak, hogyan lesz egy porszívóból kiállítási tárgy Nyíregyházán a Múzeumfalu időszaki kiállításán. A kiállítás alapötletét az adta, hogy én az egyetemen a disszertációmat, a doktori disszertációmat a kárpátaljai rendszer, 91-es rendszerváltásról írom, viszont jelenleg ugye a Sóstúi Múzeum munkatársaként itt dolgozom, és a kettőt egy kicsikét összehoztuk, és egy olyan kiállításon dolgozunk jelenleg, amelyben jelképesen is megnyitjuk a határainkat, tehát a 90-es évek határmenti kereskedelme, illetve határmenti mindennapjai kerülnek majd bemutatásra. Szokol rádió és használaton kívüli régi fodrászati kellékek a 90-es évekből, amelyeket civil lakosok ajánlottak fel a múzeum számára. Hasonló tárgyak felajánlására, illetve kölcsönadására biztatja a lakosságot a muzeológus február 15-éig, hogy az áprilisban megnyíló gyűjtemény minél teljesebb képet adjon a megidézett korszakról. Ezt a kiállítást úgy terveztük megvalósítani, hogy a nagy közönség segítségét is kérjük. Minden olyan tárgyat nagy örömmel fogadunk, amelyek a 90-es évek határon átívelő mindennapjait valamilyen módon bemutatják. Lehetnek ezek a kereskedelemben megforduló tárgyak, de lehetnek személyes tárgyak, és persze a tárgyak mellett az egyéni emlékeknek is nagy szerepük van, úgyhogy minden történetet is örömmel fogadunk. A Múzeumfalu kiállítása a magyar-ukrán határ egykori nyitására koncentrál, hangsúlyozta a muzeológus. A kereskedelem az, ami a határ túloldalán élők, akár az ukrajnai kárpátaljai, akár a magyarországi személyeknek, közösségeknek egy találkozására vagy újra találkozására lehetőséget nyitott. Úgyhogy elsősorban mi a nyitásra koncentrálunk. A Sóstúi Múzeumfalu március 15-én nyitja meg kapuit a látogatók előtt, az első időszaki kiállítás pedig április 1-től várja az érdeklődőket, egészen augusztusig. Sorra érkeznek a fogyasztói panaszok a webáruházakkal vagy online platformon történő rendelésekkel, vásárlásokkal kapcsolatban. A Fogyasztóvédelmi Egyesületek Országos Szövetsége és az Igazságügyi Minisztérium támogatásával működő telefonos és e-mailes ügyfélszolgálatra rengeteg megkeresés érkezik. Szinte kivétel nélkül minden ügytípussal találkoznak a szakemberek. Nem meglepő tendencia, hogy a panaszok jelentős hányada webáruházakkal vagy online platformon történő rendelésekkel, vásárlásokkal kapcsolatos. Egyáltalán nem mindegy, kitől és hol vásárolunk egy adott terméket online. A beérkező panaszokból egyértelműen látszik, komoly gondokat is okozhat egy elsőre talán fantasztikusnak tűnő ajánlatra azonnal lecsapni. Ha például valamely közösségi oldal marketplace felületén, illetve az egyre népszerűbb applikációkban magánszemélyektől vásárolunk egy árucikket, jogilag teljesen más helyzetbe kerülünk, mintha ezt egy vállalkozás honlapján tettük volna meg. Abban az esetben, hogyha mondjuk magánszemélytől történik a vásárlás mondjuk egy közösségi platformon, akkor a lényegében a vevőt semmiféle olyan jog nem védi, ami a
fogyasztókért jött létre, akár kormányrendeletek, akár uniós irányelvek alapján átültetett jogszabályok. De abban az esetben, amikor vállalkozástól történik vásárlás, tehát amikor mondjuk egy KFT-től, tehát egy cégtől, akkor az online vásárlás az alap legnagyobb fogyasztót védő rendelkezés az az, hogy 14 napon belül indokolás nélkül elállhatunk a szerződéstől. Tehát megkaptuk, megrendeltük, elállhatunk. Ezt, hogyha mondjuk az adott terméket mondjuk valamelyik platformon veszük, közösségi platform, akár Facebook, akár melyik más terület, akkor ez az ellenállási jog nem illeti meg a fogyasztót, a vevőt. Még ha az eladó fél vállalkozásnak minősül, akkor is fontos tudnunk, ki áll a szerződéses jogviszony másik oldalán, azaz ki maga a vállalkozás. Nagyon fontos minden vásárlás előtt utána nézni, ki is az eladó valójában. Maga a platformot is működtető vállalkozás, vagy pedig egy harmadik fél, amelyik csak közvetítőként használja az online felületet. Ez utóbbi esetben ugyanis a vásárló ezen vállalkozással kerül jogviszonyba, így kifogását is csak vele tudja rendezni, ha sikerül. Abban az esetben egyébként, hogy nem sikerül zöldágra vergődni a vállalkozásra, akkor egy dolog van, mégpedig az, hogy elindít egy eljárást, vagy egy fogyasztóvédelmi hatóság eljárást tud elindítani a fogyasztó, akkor, hogyha a fogyasztóvédelmi rendelkezéseket sérti meg a vállalkozás, amennyiben pedig, hogyha nem sértette meg, mert azért ilyen is van, viszont vita van egymás között, mondjuk szavatossági jog alapján nem akarja visszafizetni az eladó a vevőnek egyébként tevételát, akkor a bíróság előtt javasolt egyébként a békeltető testületi eljárásnak a igénybevétele. A legfontosabb védelem az előzetes tájékozódás. Kitől vásárolunk, vannak-e az eladónak megfelelő elérhetőségei feltüntetve, esetleges korábbi fogyasztói kommentekből is szerezhetünk információkat. Ne felejtsük el soha, nem biztos, hogy a találati listában elsőként feldobott, adott esetben még rendkívül olcsó terméket is árusító webáruház a legmegbízhatóbb a palettán. Hasonlítsuk össze a rendelkezésre álló lehetőségeket, mielőtt jelentős összeget adunk ki a vásárlásunk során. Eredményes volt a rendőrség múlt heti egy napig tartó fokozott vasútbiztonsági ellenőrzése. A RailPol célja elsősorban az illegális migráció és az ahhoz kapcsolódó jogellenes cselekmények elleni hatékony fellépés, a vasúti közlekedéssel összefüggő, valamint az utasok sérelmére elkövetett jogsértések megelőzése volt. A rendőrök kedd reggeltől szerda reggelig ellenőrizték a magyar és nemzetközi személyszállító vonatokat, az utasok podgyászait és a pályaudvarokon található csomagmegőrzőket. Az egynapos nemzetközi művelet során 730 vasútállomást és 650 vonatot ellenőriztek. Közel 3 millió forint helyszíni és közel 1 millió forint közigazgatási bírságot szabtak ki. 55 esetben tettek feljelentést szabálysértés miatt, és 16 körözött szemét is elfogtak. Szombaton az NB1 B-piros csoportjának 18. fordulójában az óbudai kaszások otthonában lép pályára a Hübner Nyíregyháza Blue Sharks. A kékcápák 6 győzelemmel a 10., az óbudaiak pedig 5 sikerrel a 12. helyen állnak a tabellán. A Pécs elleni hosszabbításos sikerrel sorozatban 4. győzelmét aratta a nyíregyházi csapat. Januári teljesítményükkel feljebb léptek a tabellán a cápák, de még mindig a felsőházi rájátszás jelentő vonal alatt van a Nyíregyháza. Mivel a legutóbbi találkozót hétközben játszott a Merin Mekmedovics együttese, másfél hetük van a szakmai stábnak és a játékosoknak felkészülni a következő mérkőzésre. Jó körött ez a pihenés, mert volt néhány beteg játékos, és elég idő volt, hogy javul a helyzet. Hétfőntől teljes számú játékos számmal edzünk. Készülünk egy nagyon nehéz meccse, de minden meccs ez ilyen, amilyen, de ez nagyon fontos meccs nekünk. Meglátjuk, tudunk hozni ezt a meccset, mert számítás szerint, ha hozunk ezt a meccs, akkor valahol elhagytunk ez az alsó rész, és ezt a veszély, ha lent fogunk végezni. Ahogyan azt a vezetőedző korábban megígérte, a győzelmek miatt sem könnyített a munkán, sőt, sok új dolgot kell elsajátítaniuk a játékosoknak. Most nincs megállás, mert a minden játékosnak a javuló irányba van a forma, és ez nem szabad elengedni most, hogy valahogy lefelé újra megy. Sokat dolgozzunk, sokat új dolgok tettünk a játék belül, mert most ez a két meccs után jönnek a újra kemény ellenfélek. Móc, Vásás, BKG, Újpest, ott leszek a jó meccsek.
Az óbudai kaszások a legutóbbi fordulóban idegenben 18 ponttal verték a TF Budapestet. A több rutinos kosarast is felvonultató óbudaiak egy győzelemmel szereztek kevesebbet a cápáknál. Nagyon nehéz meccse számít. Szerkezetileg ők ez egy alacsony szerkezetű csapat, ráadásul öt csárnokunk ez olyan kicsi és olyan kellemetlen, ott kell szokni, játszani. Ahogy te mondtál, a rutinos játékosok lakossá, igen, suppolá, nehéz ez fogni ez, és az a lényeg, hogy most nyerték, és ők is most látják a lehetőség ellenünk, hogy egy olyan békésebb vizébe jön bajnokság, mert neki is van a sok probléma meccseket. Az óbudai kaszások Hübner-Nyíregyháza Blue Sharks mérkőzés szombaton 16 óra 45-kor kezdődik. A 18. forduló további párosítása következő Pécsi VSK Jászberény, Meavc TF Budapest, Cegléd Fót, Salgótarján Budafok, Vasas Akadémia Új Buda Mavc és Deac 23 BKG Prima Akadémia. Híradunk végére értünk, úgyhogy szokásunkhoz híven nézzük főbb híreinket még egyszer néhány mondatban. Három rendbeli vallási tisztelet tárgyának megrongálásával emelt vádat a nyírbátori járási ügyészség, az ellen a 41 éves férfivel szemben, aki korábban több keresztet és útikont is megrongált Mária Pócson. A férfinak 2022-ben megromlott az anyagi helyzete és szerelmi csalódás is érte, ezért dühét a város környéki útbenti feszületeken vezette le. Az eljárás a nyírbátori járás bíróságon folytatódik, ahol egy hónapon belül ítélet születhet. A kormány eltökélt a bölcsődei hálózat fejlesztésében, a cél az, hogy néhány éven belül az eddigiek mellett több ezer új bölcsődei férőhely jöjjön létre az országban. Ma már 88 Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegyei településen érhető el a bölcsődei ellátás. Az egyik ilyen Szamosszeg, ahol több mint 520 millió forintból 36 férőhelyes, három csoportszobás intézmény épült. Többletpontok, e-felvételi, képzési kínálat, többek között ezekről is tájékoztatták az érdeklődőket a Nyíregyházi Egyetem élmény napján. Az előadások után interaktív módon mutatkoztak be a kampusz intézetei. Az eseményre több száz végzős középiskolás érkezett. Február 1-én csütörtökön önök a Kölcsei Televízió híradóját látták, holnap is jelentkezünk majd híradóval, addig is várja önöket a weboldalunk, ahol a most elhangzott tudósításokat akár újra megtekintetik. Én munkatársaim nevében is mára köszönöm figyelmüket, szép estét, viszontlátásra! Pénteken a nap nagy részében közepesen felhős lesz az ég. Néhol előfordulhat zápor, havas eső, akár jégdara zápor is. Este átmenetileg mindenhol erősen megnövekszik a felhőzet, amiből néhol kisebb eső előfordulhat. Sokfelé megélénkül, helyenként megerősödik az északnyugati-nyugati szél. Napközben a legmagasabb hőmérséklet 4 és 7 fok között alakul pénteken.